Gyakoroljuk egy kicsit a képletek létrehozását. Első lépésben a H-oszlopba kiszámoljuk a végösszeget, ami úgy fog kijönni, hogy a kilométerenkénti egységárat megszorozzuk a megtett úttal. Tehát álljunk a H3-as cellába, gépeljük be az egyenlőségjelet és készítsük el a képletet. Ha készen vagyunk, üssük le az Enter billentyűt és másoljuk a képletet a táblázat aljáig. A másolás miatt a cellák formátuma megváltozott, ezt orvosolhatjuk az automatikus kitöltési lehetőségekben. Jöhet az i-oszlop, ahová az előbb kiszámolt forint értékeket átszámoljuk euróra. Ehhez először vegyük fel az euró jelenlegi árfolyamát a táblázat alá. Számításkor majd erre a cellára fogunk hivatkozni. Álljunk az I3-as cellába és készítsük el a képletet. Ne feledkezzünk el a dollárjelről sem, hiszen amikor a képletet másoljuk, az euró árfolyamát tartalmazó cellahivatkozás nem csúszhat. A cellák formátumát itt is javítsuk, illetve állítsuk be a pénznem formátumokat. Készen is vagyunk.